Budapest egyik legzöldebb kerületeként a lakossággal közösen kívánja Budafok-Tétény önkormányzata meghatározni, hogyan védjék és fejlesszék környezeti értékeit. A Zöld Konzultáció 2024 elnevezésű online kérdőív kitér úgy köz, mint magánterületekre. A nyári melegben szerintem mindenkinek világossá vált, hogy a hőség, a zöld elenyhíthető. Nem mindegy, hogy a környezetünkben beton van, vagy éppen kellemes zöld felületek, fűfa, bokor. És azt gondolom, hogy Budafok-Tétény arról ismert egy kertvárosi kerületként, hogy a zöld felületek jelentős részét ebben az egyik legzöldebb kerületben, a magánkertekben találjuk. Mi az önkormányzat részéről igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy például a beton helyett zöld felületeket hozzunk létre. Az elmúlt időszakban több betonnal fedett közterületet zöldített meg Budafok-Tétény önkormányzata. Ilyen volt például a belvárosi rész virágosítása és a villamos sim mellett történő sövények telepítése, vagy éppen a Pannónia utca sávelválasztó ágyásának virágosítása. Sokan azt igénylik, hogy a környezetükben, hogyha ők ültetnek a kertjükben virágokat, fákat, megfelelően betartják a zöld felületekre vonatkozó szabályokat, hiszen erre szabályok vonatkoznak, akkor ezt elvárják a szomszédjaiktól is. És bizony, sokan azt arra panaszkodnak, hogy ezt nem mindenki teszi így. És arra azért föl kell hívni a figyelmet, hogy közös a felelősségünk, és igenis a szomszédnak, vagy éppenséggel a kerület bármely lakójának köze van ahhoz, hogy én, vagy ön, vagy bárki milyen módon tartja fenn a saját zöld felületeit, illetve egyáltalán lebetonozza a kertjét, vagy éppenséggel fákat ültet, füvet gondoz, cserjéket ápol. Ha valahol kivágnak, vagy éppen egyáltalán nem telepítenek fákat, növényeket, az kihat az egész közösségre, településre, sőt a bolygónk állapotára is. Az elmúlt időszakban egyre több panasz érkezett azzal kapcsolatban az önkormányzat felé, hogy a régi kertes házak helyére új, kert nélküli ingatlant építenek a tulajdonosok. Magunk is tapasztaljuk természetesen képviselőként, városvezetőként, hogy egy-egy építkezésnél tarvágással kezdenek, egyébként teljesen feleslegesen vágják ki a fákat. Volt olyan eset, amikor kivonultak a kollégáink, és hát azt mondták az építtetőnek, hogy ezeket a fákat most miért vágja ki? Hát a kert szélén van, nyugodtan megmaradhatnának, és meg is maradtak, mert belátta a tulajdonos, hogy neki lesz jobb az, hogyha ott hagyja azokat a fákat, de egyébként, hogyha nem szólnak neki, akkor kivágja. Nem véletlenül hoztuk létre a farendeletünket, amit részben a visszajelzések alapján próbálunk minél elfogadhatóbbá és minél jobban alkalmazhatóvá tenni, de ennek pont az a lényege, hogyha valaki kivág fát, akkor azt pótolnia kell. A Zöld Konzultáció kérdőíve megtalálható a www.zöld22.hu oldalon. Budafok-Tétény önkormányzata szeptember 30-áig várja a válaszokat.